Kedves nézőink, mindannyiunknak alapérdeke az, hogy valahogyan a saját háztartásunknál, a saját lakásunknál megpróbáljuk a rezsiköltséget minél alacsonyabbra szorítani. Leginkább a fűtésnél és az elektromos áramnál próbálkozunk ezzel. Alapvető érdekünk, hiszen nekünk a pénztárcánknak lesz könnyebb, és gyakorlatilag nem kell annyi energiát sem előállítani, így a környezetet sem szennyezik annyira. De talán mindenki a saját pénztárcájával szeret foglalkozni a leginkább, és hogyha valaki nem családi kertesházban lakik, hanem mondjuk panelházban, akkor az pedig még inkább tudja, hogy miről is beszélek, hogyha mondjuk hőmegtakarításról, vagy fűtésről, vagy elektromos áramról van szó. Egy ilyen dologra térünk most ki a mai beszélgetésünk alkalmával, és én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos témát fogunk feszegetni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban kedves vendégeinket, Demeter Csabánét, lépcsőházi küldöttet, és Ádám Sándort, a Bocskai Lakásszövetkezet igazgatósági elnökét. Köszönjük szépen, hogy itt vannak és elfogadták a meghívásunkat. Én azt gondolom, hogy akik a Bocskai Lakásszövetkezet paneljaiban vagy tömbjeiben élnek, azok pontosan tudják, hogy miről fog szólni ez a beszélgetés, de a közmeghallgatáson is följött ez a téma, és hát egyre inkább, egyre szélesebb körben próbálják a lakókat tájékoztatni arról, hogy most van egy olyan pályázati lehetőség, amelynek köszönhetően nagyban lehetne javítani az energetikai besorolását ezeknek a nagy paneltömböknek, amelyek hát tudjuk, hogy elkészültek olyan technológiával, amilyennel akkor jó volt, gyorsan kész volt, nagy tömegeknek tudtak lakást biztosítani, de mindenki tudta, hogy eltelik 30-40-50 év, és valamit kezdeni kell ezekkel az épületekkel. Így van ez Hajdunánáson is. Miről szólna ez a pályázat? Igen. Kicsit messzebbről kezdeném a beszélgetésünket, ugyanis először is köszönöm szépen a televíziónak azt a lehetőséget, hogy 1100 lakás tulajdonos nevébe végül is itt elmondhatjuk a pályázattal kapcsolatos véleményünket. Hajdunás központjában 1970-es, 80-as években épültek ezek a lakások, ezek a házgyári, társasházi és szövetkezeti lakások, amelyek most jelenleg pályázhatnak. Ezen épületek statikája 80-100 éves élettartamra van tervezve, viszont a másodlagos épület szerkezetei, ilyen a nyílászárói, a tetőszigetelése, a fűtésrendszere, ezek 30 év után felújításra szorulnak, vagy a teljes cserére. A felújítás hiányában 8-10 éves távlatban mondhatjuk azt, hogy leamortizálódnak ezek az épületek olyan szinten, hogy nagyon magas fenntartási költségük lesz, ami egy nagyon magas értékvesztéssel fog járni. Ezt ez évben januárjában jelent meg az Otthon Melege című pályázat, amelyik ezen tud segíteni. Milyen lenne ez a pályázat, milyen körülmények között lehetne ebben részt venni, mert ugye a mai beszélgetésünknek az egyik fő apropója az, hogy nyilván ebben a mai világban nagyon nehéz megmozdítani az embereket, majd erről is beszélgetünk, hogy a lépcsőházakban egyébként a lakóknál milyen a közhangulat e tekintetben, de nagyon nehéz megmozdítani az embereket, hiszen ha valami olyanról van szó, ami zsebbenyúlós és fizetni kell érte, akkor általában elzárkóznak előle. Na de hát itt azért készültek különböző hatástanulmányok, látványtervek, hőkamerás fotók, amik mutatják, hogy irdatlan mennyiségű pazarlás megy ezeknél a lakásoknál. Ahogyan itt az előbb egymás között, mikor beszélgettünk, fogalmaztunk, gyakorlatilag jó néhány lakásnál az utcát is fűtik. Mennyire lehet erről meggyőzni az embereket? Mennyire próbálnak nyitottak lenni e felé, a téma felé? Én úgy érzem, hogy mindenképpen értik azt, amiről a pályázat szól, ugyanis nem ez az első alkalom, amikor találkoznak a pályázat lényegével. Végülis a pályázat prioritása garantálja, hogy a vállalt beruházást a lakók rezsiköltség csökkentésében meg kell téríteni. Ezen feltétel biztosítása érdekében ez a pályázat nagyon magasra tette a lécet. A pályázati kiírást végül is a hőátbocsátási tényezőjét a 0,45-ről 0,24-re szigorította, ami azt jelenti, hogy a szigorú feltételekhez természetesen magasabb műszaki tartalmú technológiai elemeket kell beépítenünk a lakásokba, ahhoz, hogy a jelenlegi FG kategóriájú minőségtanúsítvánnyal rendelkező épületekből C kategóriájú, vagy esetleg A kategóriájú épületeket csináljunk. Ez egy óriási lépés lenne. Egy óriási lépés. Igen. Tehát éppen az első lépése lényegében ennek az egész munkának az energiatanúsítvány elkészítése. Az energiatanúsítvány valójában az épületnek a zöld kártyája, ami azt a célt szolgálja, hogy pontos képet kapjunk az épületnek az energetikájáról. Ez a tanúsítvány bizonyítja azt, hogy a pályázó épület például a felújítás után milyen mennyiségű széndioxidot tud megtakarítani. Ez a széndioxid mennyiség kilogramm per évben mérhető.
És ez a szám a pályázatban elnyerhető állami támogatásnak az alfája és az omegája. Tehát az állami támogatás a megtakarított CO2 kg per év értékétől függ, ami elérheti a teljes beruházás értékének az 50%-át. Abban az esetben, ha az épületekben homlokzati nyílászáró cserét hajtunk végre árnyékolással, a homlokzatokat, a tetőfelszínt, az alagsort, zárófödémeket hőszigeteljük, valamint a fűtetlen pinceszinteket kizárjuk, illetve a fűtésrendszert korszerűsítjük, akkor az állami támogatás maximumát tudjuk hozni. A jelenlegi beruházás értéke átlagosan az épületeknél 80-100 millió forintra rúg. Ez egy tömbre vonatkozik. Például egy 45 lakásosnál egy 80 millió forintot takar ez, egy 60 lakásosnál egy 100-110 millió forintos értéket. És el lehet képzelni, hogy ennek a felét az állam fizeti abban az esetben, hogyha a CO megtakarítása a technológiából eredően megfelelő. A másik fele lenne az, amit a lakóknak kellene összeadni. Így van. A másik fele az önerő. Gyakorlatilag hogyan néz neki ez a beruházás? Vagy talán ne is ott kezdjük, hogy hogyan néz neki ez, hogyha a pályázat sikerülne, hanem kezdjük onnan, hogy milyen állapotban vannak azok a tömbök, amelyekről most szó van, hogy ebben a pályázatban jó lenne, hogyha ezek belekerülhetnének. Így van. Szeretném azért ezeket az állapotokat úgy meg bemutatni most a televízió nézőinek, hogy a technológiákat felsorolva, tehát a nyílászáró cserével kapcsolatosan elmondanám, hogy miért is kell például nyílászáró cserélni egy épületen. És ott bemutatom azt, hogy a külső szemmel látható hibajelenségek például a lakásainknál azonnal látható, hiányos a műszaki fal nagyon sok felületen. Vagy például el vannak öregedve a lambériák életveszélyesen, hiszen hullanak lefele a 15 méteres magasságból. Hőkamerás mérhető hibajelenségeket is be tudunk mutatni. Itt pedig az látható, hogy a homlokzati falakon, például a műszaki falakon 7-8 fokkal áramlik ki a meleg az épületből. Egyedi hőhidakat lehet felfedezni ezeknél az épületeknél, ami a lakásokon belsejében penészedést okoznak, páralecsapódást eredményeznek, nagyon sokan panaszkodnak is erre. Szemöldök falaknál például a lakások belsejében is készítettünk hőkamerás felvételt, az ablakok fölötti részen vannak ezek a szemöldök falak, amik azt mutatják, hogy 2-3 fokkal hűtik a lakást, tehát itt pedig belülről hűtik a lakást, itt is páralecsapódás, penészedés jelenik meg. Aztán ilyen, mint az ablak alatti szigeteletlen betonfelületek. Ezek szintén azt lehet mondani, hogy a város radiátorai. Tehát ezek is 7-8 fokkal melegítik valójában a külső felületet, a külső utcát. Bocsánat, hogy közbevágok, de talán nézzük meg, hogy a lakók szemszögéből hogyan látszik ez a dolog. Ön ugye lépcsőházi küldöttként sok mindenkivel kapcsolatban áll, sok mindenkivel beszél, sok vélemény és gondolat nyilván önnél is összefut. Mennyire látják ezeket a hibákat, ezeket a problémákat az ott lakók? Igen, azt gondolom, hogy nagyon jól látják, és nagyon sok probléma van a fűtéssel, ugyanis főleg azok a lakások lakói panaszkodnak, akik szélen laknak, vagy alul laknak. Ugye, aki szélen lakik, én a Dorogi 10-ben lakom, és ugye én jó helyen vagyok, tehát engem nem nagyon érint ilyen szempontból. Én azt mondhatnám, hogy elégedett vagyok az én lakásommal, főleg, hogy az ablakcsere megtörtént, de én azt gondolom, hogy nekem alapból úgy gondolom, hogy minden ember fontos, tehát mivel képviselő is vagyok, tehát a lépcsőházban, fontos számomra, hogy akik a másik lakásban laknak, hogy mit éreznek, hogy élnek. Itt említette Sanyi a penészedést, sajnos ez nálunk szinte majdnem végig a 4 emeleten jelen van. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ennek szempontjából a szigetelés, az alsó szigetelés, tehát hogy a pincék ugye nincsenek leszigetelve, ez szintén akik a földszinten laknak, fáznak. És ugye ebből van a lakóknál is konfliktus, amikor az egyik embernek melege van, kinyitja az ablakot, az utcát fűti, én rendszeresen, a másik ember pedig fázik, én megértem őt, és viszont én is, és itt lenne a megoldás, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor ő nem fog fázni, nekem meg nem lesz melegem, mert akkor én lejjebb veszem a fűtésemet, ő pedig ugyanazzal a mennyiséggel, amit most kap, kellemes körülmények között tud élni. Tehát ez nem mindegy a lakóknak sem, hogy van. A penészedésre visszatérve, ugye nálunk volt a ablakcsere. Én javaslom mindenkinek, hogy gondolja át és nézze meg a saját lakásába, hogy hogyan élnek, hogyan vannak, ugyanis mivel több lakásról beszélünk, tehát nem tudjuk a kertbe kivinni a ruhát, bár én mindig az erkélyen, legelőször az erkélyen van a ruhám, és aztán kerül a lakásba.
Tehát fontos, hogy sűrűn szellőztessünk. Ugyanis ezeknek a műanyag ablakoknak az az egyik legnagyobb hátránya, hogy nem szellőzik. Most, hogyha még ugye megcsináljuk majd ezt a szigetelést is, akkor még kevesebb levegő fog nekünk bejutni a lakásunkba, viszont meg tudjuk oldani, mert lehet szellőztetni. Tehát én javaslom mindenkinek, hogy aki teheti, tegye ki az erkélyre, aki nem teheti, ő pedig valamilyen más módon többször szellőztessen, mert ez az alfája és az omegája annak, hogy ne legyen penészes a lakásunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Milyen a fogadtatása ennek a pályázati lehetőségnek? Mit szólnak hozzá a lakók? Az én lépcsőházamban azt tapasztalom, hogy, illetve az egész tömböt mondhatom, hogy nagy része igen, szeretné. Vannak emberek, akik félnek egy kicsit, tehát van, aki ugye kevés a nyugdíja, stb. Attól fél, hogy neki majd milyen sokat kell fizetni. Azt gondolom, hogy ez nem így lesz, de erről majd még a későbbiekben fogunk beszélni. Tehát szerintem, ha teheti valaki, akkor tegye meg most, mert később nem lesz arra lehetősége, hogy ilyen beruházás legyen. Ezt saját pénzből nem tudjuk megvalósítani. Én azt gondolom, hogy akik tömblakásban laknak, tudomásul kell venni, hogyha kertesházban laknánk, mennyi összeget kellene folyamatosan kiadnunk, sokkal többet, mint amit most, ugyanis egy nagyobb területről kapu, kerítés, stb., ami nekünk nincs. Ugyanakkor nekünk is valamilyen szinten gondoskodni kell, tehát, hogyha valaki összerakná ezt a pénzt, akkor azt gondolom, hogy sokkal többel kerülne neki egy kertes házban élni, mint itt a tömblakásban. Ezért javaslom mindenkinek, aki csak teheti, és bár valamilyen szinten meg tudja rá valósítani az összeget, lépjen. Tehát én minden egyes lakónak a városba, 1100 lakást említettél, Sanyi, javaslom, hogy tegyék meg, mert nem lesz több ilyen pályázat, ahol ennyi pénzt kaphatunk, nem nekünk kell kifizetni. Hogyha már beszéltem az ablakról, ugye annak idején nekünk 30%-ot kellett saját részt fizetni. Tehát azért ez nem mindegy. A tetőnket, lehetett ablakot... érezni az ablakcsere után a különbséget? Hogyne, természetesen. Így van. Sőt, engedje meg, hogy elmondjam, hogy ugye én minden lakót végigjártam. Annak érdekében, hogy működjön, mert ugye nagyon sok hírek mennek negatív, pozitív, és általában negatív hírek gyorsabban terjednek, és jobban megmaradnak az emberekben, mint a pozitív. És találkoztam olyan esetekkel, ahol az ablakokat kicserélték. Az erkély ajtót hozzá volt a bútora szerkesztve, tehát, és mégis ki kellett. És pont ez az úr volt az, aki azt mondta, amikor befejeztük, és már megtapasztalt, hogy mit jelent, hogy önnek volt igaza. Tehát én azt gondolom, hogy minden ember gondolja át, hogy mit is jelent ez, hisz róla szól a fáma. Én nem akarom eladni a lakásomat. Valószínű más ember sem azért lakik itt, hogy eladja. Biztosan vannak olyanok is, akiknek ez a fontos, de élni a lakásokban, és számomra ez nagyon fontos. Hát nyilván ez egy nagyon-nagyon nagy kanosszajárás lesz, amit majd még a lakóknál végig kell vinni. Persze, de próbáljuk talán, és nyilván, hogy az egésznek ugye a rákfenéje, az alfája és az omegája a pénzügyi része lesz ennek a dolognak. Igen. De talán próbáljuk megvilágítani ezekkel a remek diákkal, amik bekészítésre kerültek, hogy hogyan is menne végig ez az egész történet, hogyha valóban nyerne a pályázat, valóban bekapcsolódnának a lakók, és elindulhatna ez a beruházás. Igen. Hát első lépésként mindenképpen a nyílászáró cserékre kerülne sor. Ez úgy kezdődik, hogy 3 mintalakást általában kijelölnek erre, ott kicserélik a nyílászárókat, azt követően egy műszaki szakvéleményezés után ezt átveszik, és azt követően a tömegszerelés kezdődik meg. A nyílászáró környékéről végülis a lakóknak el kell pakolni a bútorzatot, a szőnyeget, mindent el kell távolítani, le kell fóliázni ezt a környezetet. A második lépésben a régi keretek kibontására kerül a sor, eltávolítására. Hát ilyenkor valóban tényleg félelmetes maga az épület, mert úgy néz ki, hogy a műszaki fallal a nyílászáró együtt van, és az lakásnak a teljes oldalában egy nyitott lyuk keletkezik. A hulladék elszállítás következik, ezt követően ezt össze kell hangolni a nyílászáró cserésekkel, aztán a betonperemek megtisztítása, utána az ablakszerkezetek felhordása, beillesztése, és ezt követi a hézagolás, ami nagyon fontos szintén a nyílászáró cserénél, mert a nyílászárók nyithatóságát, illesztését azt követően, mikor már ezt ki is púrhabozzák, ez nagyon befolyásolja. A hetedik lépés a púrhab, a szilikonplaszt tömítéseknek a befújása,
ezt meg kell várni, míg megköt, aztán a felesleges részeket levágják. Itt felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy ha sor kerül erre, természetesen a tulajdonosok legyenek jelen ilyenkor, mert nagyon sok esetben esetleg hézagok, lukak maradhatnak, a szerelők ugye nagy tömegbe csinálják ezt, és nem tudnak mindenre odafigyelni. Tehát érdemes a lakóknak erre odafigyelni, hogy ez is rendbe menjen. Aztán a könyöklők, a párkányok, záróelemek beépítése következik, azt követően az hézagolás és a záróelemeknek a végső beállítása. A lakások után következnek a lépcsőházakban a műanyag nyílászáró kicserélése, itt elsősorban az ablakok, majd a portálok beépítése, és végén egy nagy közös takarítással lehet átvenni az egész nyílászáró cserét. Lakáson belül, még ebben a pályázatban egy aeró légcsere rendszer van beépítve a nyílászárókba, valamint a nyílászárók árnyékolását is redőnyözéssel segíti. Tehát minden nyílászáró csere, ha megtörténik, akkor ott redőny is fog lenni ezeknél az épületeknél. Na most itt 40%-os megtakarítás érhető el a nyílászáró felületen. Az új értéke ezeknek a nyílászáróknak 1,15-ös. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ha a nyílászárókat kicserélik, már 40%-os megtakarítást érhetnek el. És itt ebben az esetben, mint a panellakások esetében, a nyílászáró, mivel nagy felületű, tehát az egész lakásnak a teljes hosszában átszeli az egész lakást, ezért a megtakarítás, tehát erre a felületre vonatkozóan 40%-os. Nagyon sokan felteszik azt a kérdést nekünk, hogy a beépített műanyag nyílászárókkal esetleg mi legyen. És itt azt kell, hogy mondjam, hogy... Igen, mert hát ugye, bocsánat, hogy közben igen. Van, aki már évekkel ezelőtt, vagy nem is olyan régen, saját önerőből megoldotta, kicserélte a saját nyílászáróit. Nyilván bennük jogosan vetődik fel a kérdés, hogy ha én megcsináltam ezt már, akkor most miért is kell nekem miért ehhez csatlakozni? Miért is kell ezt megcsinálnom? Hát igen, mindenkinek felhívtuk a figyelmét annak idején, mikor a nyílászárót cserélte, hogy feltétlenül kérje el a kivitelezőtől a minőségi tanúsítványát ennek a nyílászárónak, ami igazolja a nyílászáró hőátbocsátási tényezőjét. Ha ez 1,15 alatt van, akkor megfelelő nyílászáró végül is a 2015-ös évi előírásoknak, akkor nem kell kicserélni. Ahol viszont már ki volt cserélve a nyílászáró pályázati úton, mint például a Dorogi 10-14-es számú épületnél, ott nem lesz nyílászáró csere, mert természetesen, hogy egy elemre nem lehet kétszer pályázni. Ez egy komplex energetikai felújítás lenne, és ugye itt, ha jól tudom, akkor nem csak a nyílászárókról lenne szó, hanem más egyéb ezt elemeket követi. Is érintene. Igen, ezt követi a fűtéskorszerűsítés, ami azt írja elő a pályázati feltétel, hogy egy szabályozható, mérhető fűtés kell kialakítani a lakásokban. Esetünkben egyértelműen radiátoros fűtésről van szó. Ezeknek a működését egy nagyon kis rövid mondatban, ha szabad elmondanom, itt egy hőtermelő kazán felmelegíti a fűtővizet, amely a csőrendszeren keresztül szivattyúkkal eljutatja a radiátorokba. Na most a csőrendszer kialakítása szerint van egy csöves rendszer, van egy csöves átkötő szakaszos rendszer, ami nekünk is van jelenleg, és van a két csöves rendszer. Az egycsöves átkötő szakaszos termószelepes szabályzás költségosztókkal ez az egyik megoldás. Itt ez egy közös hőközpontból működő, a lakásokban alkalmazott fűtési költségmegosztó alkalmazása. Ezek a készülékek, azt kell tudni róluk, hogy a hőmennyiség mérésére nem alkalmasak, arra viszont jók, hogy a hőközpontban mért hőmennyiséget lakásonként szét tudjuk osztani. Tehát ezek a hőmennyiségmérők erről szólnak. A mi megoldásunk igazából, amit javaslunk a lakóközösségeknek, egy hőmennyiségmérővel mért kétcsöves rendszer. Itt ebben a technológia annyit tartalmaz, hogy a jelenlegi központi fűtési rendszert, amik függőlegesen futnak a radiátorokhoz, ezeket ki kell vágni, és egy párhuzamos rendszert kell kialakítani, egy csőrendszert kell kialakítani, ami hidegsajtolással, tehát nem heggesztéssel, mint a régi világban most már, hidegsajtolással, szénaszélt csövekkel készül el. Ez a fűtési lehetőség, ez akkor azt biztosítaná a lakók számára, hogy mindenki annyit fűt, amennyit akar, ami neki kell és kellemes és jó az ő közérzetének, és nyilván ennyit is fog fizetni érte. Igen. Ennek a legfontosabb része ennek a fűtésrendszernek a hőmennyiség mérés.
Mert itt már tehát nem hőmennyiség elosztásról van szó, hanem mérésről. Ez a mérőeszköz olyan, mint egy villanyóra, amit le lehet olvasni bárkinek, tehát ezt le tudja olvasni a legöregebbtől a legfiatalabb ember is. A előre menő távhővezetékbe építjük be ezt a hőmennyiségmérőt végül is, ami általában a lakásoknak a bejárati ajtó fölötti részén lesz elhelyezve. Egyedileg szabályozható ez a rendszer. Lakásonkénti mutatószáma a távhőszámla alapja, melyet minden elszámoláskor kontroll alatt tudunk tartani. Tehát a lakó kontroll alatt tud tartani, hogy az elszámolás valóban azon a mennyiségen történt-e meg, ahogy nekem a hőmennyiségmérő mutat. Ez a rendszer már olyan minőségi erőrelépés különben a fűtés technológiában, ami a tömbfűtéssel egyenértékű elszámolási cél szempontjából. Az előnyei azért az, hogy a többi lakástól teljesen független a fűtési rendszer. Egyedi hőmérséklet szabályozás lehetősége szintén megvan, aztán használattól függően ellenőrizhető módon fizethetem a fűtésszámlámat, mert a hőmennyiségmérő mindenki számára egyértelmű megawatt órában mutatja a fogyasztásomat. Mi lenne a további lépés, ugye ez a fűtéskorszerűsítés? Így van. Itt azért egy kérdést felvetnék még talán, hogy nagyon sokan kérdezik azt, hogy minden radiátort ki kell cserélni, vagyis a radiátorokat ki kell cserélni. Hát a radiátorok cseréje az arról szól, hogy az a régi radiátorokban felhomozódott kosz és egyéb lerakódások a radiátor hatásfokát nagy mértékben rontják. Tehát eleve a lakó, aki meg akarja hagyni a régi radiátorát, a maga hatásfokát, a maga pénztárcáját rongálja azzal, hogyha a régi radiátort hagyja benne. A korrózió miatt szintén a falvastagsága több ponton ezeknek a radiátoroknak el van vékonyodva, kiukadhat, utólagos cseréjük az nagyon körülményes és bosszantó dolog szokott lenni. Hiszen itt az egész rendszerben ugye a vizet le kell engedni, minden egyéb, tehát sok technológiai lépést kell tenni ahhoz, hogy kicserélhetjük ezeket a radiátorokat. Egy másik kérdés még, ami fontos a fűtésnél, hogy 2018-tól hallhatóan kötelező lesz minden lakásban megvalósítani a szabályozható mérhető fűtést. Most itt az a lényeg, hogy ez a téma most tervezett, de lehet, hogy a holnap már ez valóság lesz, és akkor viszont mindenkinek a saját zsebéből önállóan kell ezt kigazdálkodnia. Míg itt a fűtési, ezzel a programmal ezt szinte 50%-os támogatás mellett tudjuk megtenni. Itt ugye most beszéltünk a nyilázárokról, beszéltünk a fűtésről, a pályázat maga tartalmaz-e még más elemeket is? Igen. Hőszigetelést tartalmaz, még nem tudom, Julika, szerettél volna valamit mondani, nyugodtan, ha igen, gondolod. Igen, tessék, persze. Két témához szeretnék, akkor az egyik az ablak, ugye a csere. Beszélünk a fűtésről és a melegről, de én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos eleme van az ablaknak, hogy nyáron a meleget nem engedi be. Ugye panelról beszélünk, tehát nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy nyáron milyen hőérzete van az embernek otthon, tehát megszűnik, én tudom ezt mondani, az a hőség, ami korábban volt. Természetesen, hogyha valaki nyitott ablaknál van, akkor nem. Azt tudni kell, hogy nyáron mikor szellőztessünk, viszont hogyha nappal zárva van, akkor tökéletes hűtést ad az ablakcsere. A fűtéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy ugye az egykörös fűtésrendszerünk van nekünk, és megoldható így is, hogy rátenni ezt a hőmennyiségmérőt, de azt gondolom, ez nem tökéletes. Azért nem tökéletes, mert én fentről kapom a meleget. Most az működik, hogy ugye megteheti, aki fölöttem, akik melege van, hogy költségelosztó, bocsánat, hogy elzárja a radiátort, de nem fogja elzárni, mert nem zárja el. A másik, hogy följebb ugye hiába... Tehát a radiátorok nagysága megvolt, hogy mennyi, de lelettek ezek a radiátorok cserélve. Amit Sanyi is említett, hogy a radiátorok tele vannak kosszal, tehát azt gondolom, hogy minden időközönként cserélgetni kell a radiátorokat is, tehát annak ellenére, hogy már 20-30 évet ezek megéltek, kinek mennyit. És tehát hogyha a régi rendszert nézzük, és ennél maradnánk a hőelosztó, hogy mondtad? Költségelosztónál. Akkor mindenféleképpen fel kell tenni, és ez nem tökéletes. Tehát így az én fűtésemet befolyásolja, aki fölöttem lakik, vagy én pedig az, aki alattam lakott. A lényege annak a kétkörösnek, hogy itt én magam szabályozom a fűtésemet. Tehát hozzám jön be, és ugye ez nagyon fontos a földszinten lakóknak, hogy hozzá ugyanaz a meleg megy be, mint aki a negyediken lakik. Mert jelenleg a negyedikről megy, és mire leér az aljára, és mivel nincs szigetelve az alsó lakás, hideg van.
A negyediknek pedig melege van, aki a negyedik lakáson lakik. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ezt megvalósítsuk. Tehát ez szükség van rá, én úgy érzem, minden szempontból, mert pénzt takarítunk meg. És úgy takarítunk meg pénzt, hogy ehhez az állam nekünk még plusz ad. Mindjárt a pénzügyi részére is térjünk akkor ki, viszont még a hőszigetelésről beszéltünk, ugye ez egy, gondolom, egy homlokzati hőszigetelés lenne. Igen, hát itt megint azt kell elmondjuk, hogy a panelek felújítás mellett egy időtálló építmények, azt tudni kell. A teherhordó főszerkezetei 80-100 évre vannak tervezve. Azonban a másodlagos szerkezetei, mint beszéltünk róla, csak 30 évre vannak. Tehát ezek a tönkrement elemek, ha fel vannak újítva, akkor még 50-60 évig akár komfortos életfeltételeket biztosítanak a lakók számára. A panelek jelenlegi állapota az szintén ránézésre megmondható, hogy milyen rossz állapotú, hiszen rengeteg átrepett panel lap van ez a felületeken már láthatóan, amelyeket mindig hegymászókkal javítgatunk szigeteléssel. Például ezek a panel elemek a sarok kapcsokkal vannak összekötve a épületeknek a sarkainál. Ezek nem jelentek már 16-os gömbvasakat, amelyek meg vannak heggesztve. Most a sarok elemek ugyanígy vannak a függesztett panel elemek is elől függesztve ezekkel a vastag vasdarabokkal. Na most ezek heggesztve vannak, természetesen, hogy korrózió sajnos, hogy működik rajtuk, mert ugye ezeken a panelhízagokon, amelyek már most el vannak öregedve, rengeteg hó, víz, minden egyéb éri őket, és ezek folyamatosan vékonyodnak el fel a korrózió által. Tehát ezért nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a hőszigeteléssel lezárjuk ezeket a réseket, és teljes egészében meg tudjuk védeni legalább statikailag az épületnek az állapotát. A hőszigetelés ugye nem csak ezért fontos, azért is fontos, mert jó hang és hőszigeteléssel nagyon, tehát olyan eredményeket érhetünk el, ami komfortosabbá teszi az épületet, valamint a vízzáró rendszerek, amik benne vannak ezekbe a szintartó vízzáró vakolatokba, azok növelik az élettartamát ennek a hőszigetelésnek, és ezáltal az egész épületnek. A megtakarítás valójában a hőszigeteléssel egy olyan 30-40%-os megtakarítás, 25-30%-os megtakarítás érhető el. Ez a megtakarítás, úgy azt kell, hogy mondjuk, hogy garantálva van valójában a tervezés által, ugyanis a munkálatok befejezése után 3 éven keresztül folyamatosan le kell jelentenünk majd a hőmennyiségeket, a hőmennyiség felhasználásokat az épületen belül, és végül is a tervezés itt majd teljesen meg fogja mutatni, hogy mennyire jó volt a tervezés, vagy mennyire nem volt esetleg jó. Mert az ő felelősségük azt követően már, ha ezeket a hőmennyiség esetleg többek lesznek attól, mint amit jelenleg felhasznál az épület. De ez kizárt. A hőszigetelő rendszernél nagyon fontos az, hogy mi a műszaki szempontjai a hőszigetelő rendszernek a kiválasztásánál. Első legfontosabb műszaki szempontja mindig az, hogy rendszert kell beépíteni az épületekbe, mert a rendszerekre, a hőszigetelő rendszerekre garancia van. A második műszaki szempont a hőszigetelés anyagának a kiválasztása. Ezeket az országos tűzvédelmi szabályzat, magyar szabvány szabályozza, tehát ezeket tudható, mérhető. A homlokzati hőszigetelő anyagok beépítésénél még a követelmények fontosak, ezt is az OTS szabályozza. Például a Porisztor EPS rendszer C tűzvédelmi osztályba sorolható lakóépületeknél megfelel az előírásoknak. Ezeknek a polisztirolnak különböző fajtájuk van, mérsékelten füstterjesztők, vagy például csepegve nem éghetők típusúak. Ezeket figyelembe veszik a tervezők. Nagyon fontos, amit most például Dián látnak, hogy a képen például a miskolci panelháztűznek a végeredménye látható, hogy ezeket a technológiákat, követelményeket be kell tartani, és akkor nem történik semmi probléma a hőszigeteléssel. A hőszigetelési anyag vastagságról is nagyon sok vélemény szokott elhangzani. Itt az a lényeg, hogy egy optimális költségvetéssel kell ezt a hőszigetelési vastagságot megtervezni. Azt kell tudnunk róla, hogy a hőszigetelési anyag vastagságának a növelésével nem lineálisan nő a megtakarítható energia mennyisége, ám a beruházás költsége az 25-30%-kal nő. A negyedik műszaki szempont a szigetelés rögzítése, ezt megint természetesen, hogy mérnökök tervezik meg.
Az ötödik szempont a szigetelés színezése. Itt az a lényeg, hogy a sötét homlokzatok erősebben melegszenek fel, jobban magukba szívják a hőt, a világosabbak természetesen, hogy kevésbé, és nagy feszültségek keletkeznek a homlokzatokon egy-egy nagyobb, erősebb napsütések után. Ezért ezt a szigetelési színtervezetet is tervezni kell. Még azt mondanám el, hogy milyen járulékos épületgépészeti elemek cseréje szükséges ahhoz, esetleg, ha például ezt az egész technológiát végigvisszük az épületen. Itt elsősorban a tetőszigetelésnél az attikafalnak a zárólemez cseréje, ami fontos, az ablakpárkányok cseréje, ami szintén fontos, aeró légcsere szellőztetési rendszereknek a beépítése és az árnyékolás redőnyözés. A födémszigetelés, megemlítem, nagyon fontos része a pályázatnak, enélkül nem is engedi a pályázatot tovább. Itt a pincefödémek szigetelése alulról fogja zárni a szigetelést és jelentősen csökkenti a földszinti lakásoknál a hőveszteséget. Sokan kérdezték még tőlem azt, hogy az ablakpárkányoknál például 12 cm-es szigetelés vagy 16-ot hogy tudunk berakni. Hát nem fér el. Természetesen nem fér el, de vannak olyan hőszigetelő anyagok, olyan tömörségűek, például 4-6 cm-es vastagságban, amelyek 12 cm-t fognak tudni helyettesíteni. És azért csak a párkányok környezetében alkalmazzák ezeket a szigetelő anyagokat, mert drága anyagok ezek. Hogyha vegyünk egy olyan esetet, amikor egy olyan lakásról beszélünk, ahol meg kell valósítani a nyilászáró cserét, meg kell valósítani a fűtéskorszerűsítést, és meg kell valósítani a homlokzat szigetelését is. A tanulmányok mit mutatnak? Mekkora megtakarítás érhető el, hogyha ez a beruházás létrejön ahhoz képest, ami most jelentkezik rezsiköltségként? Igen. Itt az, ahogy elmondtam a legelején, az energetikai minőségi tanúsítvány az, ahogy mondtam, az alfája, omegája az egész ügynek, és ez mutatja meg azt. Ezért kellett ennyi mérést és egyéb felméréseket végrehajtani az épületen, hogy ezt pontosan, reálisan le tudjuk venni. Valójában, ha az épület valószínű, hogy a C és A kategória közötti minőségi tanúsítványi rendszerbe fog beérni, a felújítás után egy ilyen 50-60%-os energia megtakarításra számíthatunk. Ami azt jelenti valójában, hogy ez a fűtési idényben, a fűtési költségekben a jelenlegi 20 000 forintos költségek helyett egy ilyen 8-12 ezer forintos költséget fog jelenteni. Tehát valójában egy 8-10 ezer forintos megtakarításunk fog keletkezni, amit ha ebbe a pályázatba belehelyezünk, akkor végül is a jelenlegi kiadásunknál nem lesz több kiadásunk, viszont nyerünk egy nagyon komfortos, egy nagyon szép, egy nagyon élhető lakást, amit nem kell szégyelnünk azt követően senki előtt. Nyilván ugye itt a végén ezeket az összegeket azért is említettem, mert van egy koreográfia, ami alapján ugye ezt a pályázatot finanszírozni lehetne. Igen. Na hát, és gondolom, most lyukadunk ki a legfontosabb pontnál, hogy mi mennyibe is kerül, mert hát nyilván a lakók is azt mondják rá, nagyon jó, nagyon szuper, persze, hogy szeretném, a jobbat, a szebbet, ki ne szeretné, de mennyibe fog ez nekem kerülni? Igen. Válaszoljak rá? Igen. Persze, igen. Végül is azért készítettük el, mi már egy éve, hogy készítjük ezt a munkát, tehát előkészítés alatt állt, azért készítettük el ezt az energetikai tanúsítványt, valójában ez teljes egészében tartalmazza ezeket a kérdéseket. Mind a 8 épületben készítettük ezt a tanulmányt el, és hát végül is itt bemutatja, elsősorban felméri az épület belső méreteit, energia felhasználását, azt követően pedig kiad egy tervezetet, hogy mi alapján kellene, tehát milyen technológiákat kellene alkalmazni ahhoz, hogy ezek a pályázatnak megfeleljen. Ezek általában épületenként 80-120 millió forint értékű beruházásokat jelentenek. Na most a legutolján ennek a tervezetnek természetesen az is ki van számolva, hogy egy-egy lakásban mennyibe fog kerülni a közös költség emelés. Mert ez az egész rendszer úgy működik, ugye, hogy fölveszünk egy közösségi hitelt, azt a közösségi hitelt azt követően a lakásszövetkezet fogja fizetni, és a közös költségben kell megfizetni ennek a felújításnak az értékét. És ez az érték, ez kisebb lakásoknál 7 000 forintot jelent, nagyobb lakásoknál 10 000 forintot jelent. Ez per hónap?
Ez per hónap. Ez per hónap. Így van. És ez 10 éves futamidővel kell számolnunk. Ehhez azt kell hozzátennünk, hogy egy, tehát olyan kivitelező, vagyis jobban mondva tervező céget kellett keresnünk, vagy találnunk, amelyek valóban bevállalta azt, hogy ő, nekünk az volt a kitételünk, hogy maximum 10 000 forint lehet a közös költségemelés. Mert nagyon jól ismerjük egyéb demográfiai felmérések alapján is ez a lakóinknak a anyagi helyzetét végül is, és tudjuk azt, hogy 8-10 000 forintnál többet nem tudnak félretenni arra, hogy a felújítást elvégezzék. Ezért ezen a költségkereten belül marad. De hát ahogyan ön is említette, ha valaki fizet 20 000 forintot, és mondjuk visszaesik a fűtés számlája 12 000 forintra, van. Akkor azzal a plusz 8 000-rel a közös költségbe beteszi azt a 8 000 forintot. Így ő van. Gyakorlatilag nem ad ki többet, mint addig, de van egy ilyen beruházás, amivel gyakorlatilag sokkal élhetőbb lett a lakás. Önök mit tapasztalnak, mennyire értik meg ezt az emberek? Mert talán első olvasatban nagyon sok mindenkinek az jön le, hogy na már megint fizetni kell. Igen, azt hiszem, hogy az emberek nagy része így áll hozzá. Vannak kivételek, akik talán azt gondolom, hogy többet foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, de a lakók nagy része igazából nincs tisztában. Én azt gondolom, hogy nem beszélgetnek arról, hogy mi a pozitívuma a dolognak, inkább a negatívum az, amit, hogy nincs pénzem, nem akarok, stb. Folyamatosan csak pénzt kérnek tőlem. Én azt gondolom, nagyon fontos. Látnunk kell azt, hogy ha az állami támogatás 50%-át megkapjuk, ehhez még ugye vele van építve a lakástakarék, pénztárod 30%, és még a testület is ugye elvi hozzájárulást adott ahhoz, hogy még az önkormányzat is támogathat bennünket. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog a lakók szempontjából, hogy igénybe vegyék, használják ki ezt a lehetőséget. Én azt mondom, hogy mindenki használja ki, mert ilyen lehetőségünk soha nem lesz. Van, aki idősebb, ő azt mondja, őt már nem érdekli, nem mi lesz. Na de lehet neki családja, aki majd örökli a lakást, vagy eladja a lakást, akkor más fogja fizetni, nem ő fogja fizetni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat az emberek tisztában legyenek vele, hogy mi is az, amit őt kapnak. Tehát én csak... Ha végigolvasta valaki azt az anyagot, nagyon jó, de nem biztos, hogy megértette. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy látta az összeget, de azt látta, hogy én nekem ki kell adnom. Tehát ahhoz, hogy a lakók tudják, ahhoz beszélgetnünk kell. Én tudom javasolni minden lakónak, tehát akit ez érdekli, nagyon szívesen bárkit tájékoztatok. Engem egyébként minden nap délelőtt megtalálnak a Széchenyi körül 5 szám alatt az Egon irodában, bárki bejöhet hozzám, vagy ha az utcán megállít, vagy a lakásomra becsenget, tehát én nagyon szívesen tájékoztatok mindenkit, mert fontos számunkra, és ami még nagyon fontos, közösségben élünk. És mivel közösségben élünk, nem csak az én lakásom, nem csak a tied a harmadiké, hanem mindenki ebben a lakásban lakik, tehát úgy kell hozzáállni a dolgokhoz, hogy én nem árthatok egy másik embernek azzal, hogy én nem akarom, mert nekem esetleg nincs vagy nem, tehát, hanem mindenkinek oda kell tenni magát mellé, én ezt gondolom. Ha valaki segítségre szorul, még azt sem merem, nem tudom most az önkormányzati segítségek, hogy milyen ebben nem vagyok járatos, de talán még oda is fordulhat, vagy a családot, ha megkéri, hogy segítse, vagy valamilyen úton, módon. Tehát pont azért találtuk a lakástakarékpénztárt is, hogy minél több hasznunk legyen abból, amit csinálunk. Ha jól értem, akkor ez az Ady Endre körúti lakásokat, a Dorogi úti lakásokat érinti, ahol már a nyilázzáruk ugye meg így voltak, van, nálunk, cserélye, és a Mártirok utcát érinti. Így van, igen. Milyen úton, módon próbálnak még eljutni a lakókhoz, hogy megértessék velük akkor ezt az egész programot? Természetesen több, a stratégiában több minden belefér. Nem sokára, hamarosan elindítjuk a lépcsőházi megbeszéléseket, tehát minden lépcsőházba el fogunk jutni, amelyek pályáztak. Végül is az egész tervezet 8 épületre dolgozódott ki, azt követően pedig szavazás történt arról, hogy melyik épület szeretné ezt megvalósítani, és ebbe 5 épület maradt benne. Tehát így az Ady Endre körút, a Mártirok útja és a Dorogi 10-14-es számú épület. Úgyhogy valójában ezeket az épületeket fogjuk a jövőben feljárni, minden lépcsőházat, és természetesen ott mindenféle kérdésre, aggályokra, bármire, felvetésekre fogunk válaszolni. Én azt szeretném elmondani, hogy mi várható akkor, hogyha esetleg ez nem valósul meg. Azért nagyon fontos lenne mindenkinek látni, senkit nem szeretnék ijeszteni, és, vagy ijesztgetéssel befolyásolni. De én azt gondolom, hogy nem lesz jó itt lakni akkor, hogyha ezek nem valósulnak meg, ezek a programok.
mert már ma is tapasztaljuk azt, hogy mi van akkor, ha egy-két kétes halbérlő család benépésíti a lépcsőházat, egyszerűen káosz, rombolás az abba a percbe. Nagyon sok 70-80 éves ember él ezekben a lakásokban, a mi lakóink között is nagyon sokan vannak ilyenek, és hát az életrendje szerint az örököseik egy eladhatatlan, magas fenntartási költséggel járó ingatlant fognak örökölni majd, melyet értékesítik kísérletek után, mert általában úgy szoktuk, hogy azonnal megpróbáljuk eladni, de ahogy látjuk az ingatlanoknak az értékei, ugye vagyis az értékesíthetősége nagyon nehéz most ebbe a helyzetben, és olcsón azonnal albérletbe adják ezek a lakásokat, és kész a baj. Itt jönnek a csörtető éjszakák, jönnek, hogy kimenjek, ne menjek, szóljak, dilemmáznak az emberek rajta, nem tudnak aludni egész éjszaka, aztán jönnek a grafitis falak, az összetört üvegek, a széttört zárak. Ezt mindet, nagyon sok mindent tudnék sorolni, mi jön még ezt követően. Amikor egy ilyen előfordul, hogy esetleg leamortizálódik a lépcsőház. De mi lenne akkor, ha megtörténne a felújítás? Én azt mondom, hogy a lakásforgalom képessége megnőne, nem forgalmi értéke, a forgalom képessége megnőne, mert olcsó rezsijévé, komfortossá válna ez az épület, a kezdő fiatalok a kertesházból, a kényelembe vágyó emberek számára elérhető áru ingatlan lenne, és mindig tulajdonosok laknák ezeket az épületeket, ami azért egy teljesen más hozzáállást feltételez, mint egy albérletes lépcsőház például. Én annyit szeretnék mondani, hogy köszönöm polgármester úrnak, hogy ilyen gyors volt, mert ugye én vetettem fel ezt a kérdést, és nem is gondoltam, hogy ilyen hamar tudunk erre lépni. Illetve Kovács Zsolt képviselőnk felajánlotta, hogy ő a minden lépcsőházba eljön velünk, és hogy beszélünk a lakókkal. Mint a körzet képviselője, így van. Igen, és én ezt tényleg nagyon köszönöm a tévének is a lehetőséget, és én azt mondom, hogy minden ember vegye igénybe, ne hagyja ott az államnak ezt a pénzt, ha nem mi, elviszi más. És nem mindegy, hogy hogy élünk. Köszönöm szépen. Ugye én azzal akartam lezárni ezt a beszélgetést, hiszen az időnk végére értünk, hogy nagyon nehéz út áll még önök előtt, mire mindenkit sikerül meggyőzni. Én nem azt mondom, hogy teljesen tudatlanul ültem be erre a beszélgetésre, de ha én egy lakó lennék valamelyik tömbben, vagy valamelyik lépcsőházban, engem biztosan meggyőztek volna afelől, hogy ezt érdemes és mindenféleképpen meg kell csinálni. Hát sok sikert kívánok én ehhez a munkához. Nem lesz egyszerű, és természetesen, ha bármilyen formában mi tudunk segíteni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk önöket vissza a stúdióba. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Bocskai Korona. Hajdú Nánás önálló utalványa és fizetőeszköze. A város és a közösség fejlődéséért. A felhasználóknak kézzelfogható kedvezmény nyújt az elfogadó helyeken. Az elfogadó helyeknek biztos kereseti oldalt jelent. Helyben tartja a tőkét, így erősíti Hajdú Nánás gazdaságát. Bocskai Korona. Városunk értéke, közösségünk ereje. www.bocskaikorona.hu. Történt egyszer, nem is olyan régen. A szép hajdúság északi csücskében élt egy város szorgos népe. Az emberek eleinte észre sem vették a változást, csak rohantak napi teendőik után. Nem kell hozzá a bölcsek köve, csak a józan paraszti ész. Nánási portéka a nánási termelők piacán. Bertalan Ferenc neve azt gondolom kedves nézőink nem ismeretlen önök előtt, hiszen nagyon sokszor találkozhattak önálló kiállításával, csoportos tárlataival, illetve magán az utcán is sokszor árulja képeit, tehát egyfajta kis művész hangulatot árasztva itt a városközpontban, és hát nem beszélve arról, hogy 2006 óta szervezi az immár újra indult és nemzetközivé bővült alkotótábor.
Szeretettel köszöntelek, kedves Feri, itt a stúdióban, és ez az alkalom gyakorlatilag egy valaminek szól, de azt gondolom, hogy sok mindenről fogunk majd tudni beszélgetni, hiszen nagy örömmel újságoltad el a napokban, hogy úgymond gyerekkori álmod vált valóra, amikor a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja lettél. Azaz most már hivatalosan is a festőművész nevet használhatod. Hát kedves Feri, mint ahogy itt a felvezetőben is említettem, a nánásiak téged, szinte én azt gondolom, hogy mindenki ismer, a neveddel találkoztak, az utcán találkoznak veled, hiszen nyaranta, mint beköszönt a jó idő, a képeiddel megtalálható vagy a főtéren, megnézhetik, megvásárolhatják az alkotásaidat, és tényleg mindenki ismer téged itt Hajdúnánáson. De hát azt is tudjuk, talán ezt már kevésbé tudják, hogy azért te nem hajdunánási születésű vagy, tehát úgy kerültél ide a Hajdúnánásra bevándorlóként. De hát azóta a 70-80-as évek, 80-as évek elején került. 1983-ban kerültem itt. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a tévénézőket is. Hát 1986-ban kerültem ide Hajdúnánásra. Nem tudom, hogy a gyerekkoromról óta hát persze, kezdtem, ugyan már egyszer annak idején, 2006-ban, hát ez lassan már 10 éve, hogy volt, beszélgettünk mi arról, hogy tulajdonképpen hogy is kerültél a kapcsolatba a képzőművészettel, már kisgyerekkorodban is Böszörményben stúdiótag voltál, egyébként tehát szakkörbe jártál, ha jól tudom, de azért egy néhány mondat erejéig elevenítsük fel ezeket az időket is. Jó. Hát gyerekkorom óta ugye szeretek rajzolni, festeni, általános iskolás korom óta foglalkozom ezzel a szakmával, és ötödikes korom óta a általános iskolai rajzszakkörbe jártam, tanárnéni oda invitált, aztán pár alkalommal jelentem meg a rajzszakkörbe, aztán tovább tessékelt a városi rajzszakkörbe Bíró Ferenc tanár úr festőművész vezetésével Hajdúböszörményben működött ez a szakkör, és tartott azt hiszem 7. koromig, ez megszűnt, és 15 éves koromtól kezdve a Debreceni Megyesi Ferenc képzőművészeti körbe kezdtem el rajzolni, festeni. Bíró Lajos, Topor András, Félegyházi László, Kapcsa János, Török Anna voltak az ottani. Bocsánat, a szabadba vágok. De hát ezek mind akkora nagy képzőművész, alkotóművész nevek voltak Debrecenben, és hát a megyében is abban az időben. Azért nagyon élénk és nagyon tartalmas művészeti élet folyt, és ez egy részben pontosan a megyesi körhöz kötődött. Tehát egy hihetetlen erős alkotóművész társaságban bontogattad a szárnyaidat, hogy így mondjam. Hát mi úgy tudjuk, a megyesi képzőművészeti köri tagok, meg a tanárok is, ugye rendszeresen nem csak a megyei pályázatokon vettünk részt, hanem országos pályázatokon is. A visszajelzés az volt, a visszhang, hogy Kelet-Magyarország legkomolyabb, szakmailag legismertebb képzőművészeti köre, a Megyesi Ferenc képzőművészeti kör, és én is ott is sok pályázati lehetőséget kihasználtam, meghívtak, többször díjakat kaptam, és hát egy olyan szakmai munka folyt, ugye ide jártam Hajdúnánásra iskolába, gyakorlatra a Hajdúböszörménybe, iskola után, munka után én bejártam este, ha 4 órakor, 5 órakor vége volt az iskolának, vonatra szállt az ember, és Debrecenben folytatta az ember a rajzolás festést, ami minimum este 8 óráig tartott. Aztán nem tudom, úgy tudom, hogy 10-40-es hát busszal. Azért ehhez elég hazáig. Nagy elkötelezettség kell. Igen. Szerintem úgy, hogyha az ember komolyan akarja csinálni egy pályát, vagy egy sportot, vagy bármit, akkor ezt lehet elmondani, de nem a olyan fajta elkötelezettség ez, hogy most az ember beleszakadjon, de volt olyan, hogy például itt is, majd még beszélünk a Hajdúnánási Művésztelepről, csak most az eszembe jut, hogy Bíró Lajos tanár úr említette itt nekem Hajdúnánáson, hogy Feri, azért más dolog is van, nem csak a festészet, szóval egy kicsit talán komolyan is vettem abban az időben ezt.
és nagyon igaza volt, hogy nem csak a művészet van egyedül, vagy a festészet, hanem az életben más is van, és ezt mind, hogy mondjam, a szép és jó oldalát, azt ki kell használni, meg kell látni. Tehát, de gondolom azokban a fiatal éveidben azért te is, tehát elkötelezett voltál, hiszen a nagy mestereknél tanulhattál. De kik is voltak ők személy szerint? Tehát kik voltak a mestereid, akik személy szerint veled foglalkoztak és irányítgatták a, mondjuk Böszörményt említetted, de hogy mondjuk a Medgyessy körben? Hát a Medgyessy körben, ahogy említettem is, Félegyházi Laci bácsi, én úgy tudom, hogy ő Munkácsi díjas volt, vagy legalábbis Munkácsi érdemére. Én úgy tudom, hogy Munkácsi díjas festőművész. Hát ez óriási dolog. Én nem tudom, hogy szabad-e most ilyet elmondani, hogy én szerintem, hát már nem élnek, a Félegyházi Laci bácsi se, Bíró Lajos tanár úr se, Kapcsa János se, ők az én szememben, ők is megérdemelték volna, és nem tudom, hogy szabad-e most erről ezt említeni, hogy miért is alakult úgy a világ sorsa, hogy nem lettek Munkácsi díjasok, akár a Bíró Lajos tanár úr, vagy a Kapcsa János, mert szakmailag mind a kettőjük, ha bár Bíró Lajos volt a képzőművészeti kör vezetője, meg itt a Nánási művésztelep vezetője, úgyhogy nagyon-nagyon felnéztünk rájuk, meg ugye a emlékek is. Hát talán az élet maga úgy hozta, hogy ők pont olyan korban távoztak, mentek el, amikor igazából már az alkotóművészetnek, a képzőművészetnek valahol már nem volt akkora nagy presztízse, és igazából nem is nagyon foglalkoztak az alkotókkal. Tehát volt azért a 90-es években egy olyan időszak, amikor hát úgy olyan kicsit perifériára szorult a művészeti élet, és más dolgok kerültek előtérbe. De visszatérve hozzá, tehát ugye Debrecenben jártál rendszeresen, már voltak kiállításaid, önálló kiállítások, 72-ben volt talán az első. Hát már volt a Hajdúböszörményben 68-ban is. Tehát az még a nagyon zsenkés. Hát igen, az még, igen. Úgyhogy, de igazából mondható az, a 72 az, ami már komolyabb, szinte minden évben voltak kiállításaim. Vagy hát csoportos kiállítások, meg művésztelepi kiállítások, az meg minden évben, meg a Medgyessy képzőművészeti körrel, úgyhogy hát ezek nagyon meghatározó élmények voltak. Illetve Hajdunánáson, tehát a 70-es évek végétől említetted, hogy 79-től jártál az akkori művésztelepre. 79-ig tartott itt Hajdunánáson. 72-től jártam itt Hajdunánáson, 79-ig. Addig volt művésztelep, aztán átköltözött Berettyóújfaluba a tábor. És akkor te minden évben részt vettél, itt voltál minden évben? Majdnem minden évben. Milyen élmény volt akkor, hiszen ugye talán ez is indított arra, hogy majd 2006-ban újraindítsd az alkotótábort, de a mostani fiataloknak, vagy éppen induló fiatal művészeknek, mit tudunk mi arról a 70-es évekbeli Hajdunánásról elmondani, amikor itt nyaranta, akkor még a nánásiak igencsak rácsodálkoztak a rövidnadrágos hölgyekre, meg urakra, hogy Jézus Máriám, kik ezek, és bohém művészek járták a nánási utcákat, és örökítették meg az akkor még éppen meglevő parasztportákat, portrékat, embereket, tehát nagyon-nagyon hasznos munkát végeztek. De erről azt hiszem néhány mondatban te bővebben tudnál beszélni. Hát ez óriási élmény volt, meg megtiszteltetés nekem, hogy a Debreceni Medgyessy Ferenc képzőművészeti kör meghívottjaként, mert akik ugye ők meghívtak, akiket ők meghívtak, azok vehettek részt a tábor életébe, és az amatőr művésztelep volt a tanárok, majdnem mindenki hivatásos művész volt, úgyhogy itt 3 hetes művésztelepek voltak minden évben. Ez július 20-a, 23-a körül, amikor már a nagy elsőzés, hogy is mondják ezt? Amikor már jó idő volt. A medáli időszak, ezt akarom mondani. Amikor ennek az időszaka lecsengett, akkor kezdődött a 3 hetes művésztelep, augusztus 15-i formáig. Nagyon jó időben, általában szinte nem minden évben.
úgyhogy adott volt a szakmai munka feltételei. Ez a minimum, hogy jó idő legyen. És hát a csapat szinte mindenki fiatal, bíró tanár úrék szerették, imádták a fiatalokat, és igazából az első hét, a három hét első hete azzal telt, hogy tanár úr kért bennünket, hogy menjünk, járjuk a várost, a utcáit, tereit, a hangulatát vegyük át, és az rengeteg vázatokat készítsünk az első héten, és ami leülepszik bennünk, az kerüljön majd a második héttől ki pasztellel, olajjal, bármilyen más technikával, komolyabban vászonra, papírra. És hogy mondjam, nem kellett bennünk időszorítás nem volt bennünk, hogy tehát mondjuk egy hetes vagy párnapos. De ugye ez a három hét azért az egy jelentős időszak. Tehát a mostani igen, mondjuk igen. 10 naphoz képest azért igen, az, igen, igen. Igen. Az jelentős. Úgyhogy a mai mostani művésztelepek időszakában is volt egy 12 hetes, most a tavalyi 2 hetes művésztelep volt, úgyhogy ki lehetett bontakozni. És visszatérve a 70-es évek művésztelepeire, beletudtuk magunkat, beletudtunk mélyedni a szakmai munkába, nem volt időbeli korlát, ami bennünket hátráltatott volna. Minden pénteken, minden hét pénteken konzultáció volt a bíró Lajos tanár úr vezetésével, és akkor mindenkinek reggel 8-kor kezdődött, vagyis reggeli után 9-kor, mindenkinek ki kellett tenni a munkáját, ugye kitakarítani a műtermeket, nem biztos, hogy ez ide tartozik, szép rendbe rakott műteremmel kiállítani a képeinket, a munkáikat, és jött a tanárok vezetésével, mindenkinek kötelező volt részt venni, az alkotóknak is, és tanárúréke elmondták a véleményeiket, hol leszúrtak bennünket, részletesen elmondták mindenkinek, mi meg hogy, mi a jó, mi nem jó, és óriási élményben volt részünk, mert ugye ez a szakmai fejlődés, ez alapkövetelmény volt, hogy véleményeket halljunk, és hát ezek voltak a konzultációk, meg minden másnapon is bíró tanárúrék ugye festészetében mutatót is tartottak. Nem csak az volt, hogy ő most bezárkózott, hanem jött és tehát látogatta a műtermeket. Köztetek a telepen. Igen, és a műtermek, hogy mondjam, főleg a Rákóczi iskolában volt, ami most az egyházi iskola, ott voltak a műtermek, aztán volt még a gimnáziumban is, a szállás is, meg hát a szállás az itt volt a középiskolai kollégiumban, itt a körforgalomban. Tehát ugye bíró tanárról ott volt köztetek, együtt dolgozott, segített, tehát ezek nagyon fontosak voltak, de gyakorlatilag ugye évről évre is nyomon tudták követni, hogy mennyit fejlődtetek. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog is, azt gondolom, hogy az ilyen dolgokra valahol egy magára valamit is adó településnek muszáj lenne odafigyelni, hiszen főként a mi tájunkon nagyon sok tehetség van. Én azt gondolom, ezt te is látod, hiszen talán éppenséggel ez a 70-es évekbeli művésztelepi élmény volt az, ami elindított téged majd 2005 vége fele tulajdonképpen, vagy 2005-ben, hogy majd a 2006 nyári első nemzetközi alkotótábort meg tudjátok rendezni, és hát ugye gyakorlatilag ennek az egésznek te voltál az elindítója, anyagi fedezetek, források szerzésében is jelentős részed volt. Ez volt, vagy volt még ebben valami más is, tehát az örökké tenni akaró, alkotni vágyó művésznek a habitusa az, ami vitt téged előbbre, hogy csak kellene ilyet csinálni, csak kellene összehozni az ittenieket, meg hát akkor már testvérvárosi kapcsolat is működött, tehát a határon túli művész barátokat, ismerősöket igen, is. Igen, hiszen Lengyelországban is, tehát még annak debreceni megyesi körös időben is már volt Lublinban kiállításod és hasonló. Igen, igen. Hát igazából önálló kiállításom ott nem volt, művésztelepi kiállításaink voltak, amikor kint voltunk. Meg ilyen
De megismerkedtek a neveddel. Tehát egy kép, igen, vagy két kép alatt ott volt a neved. Igen. Úgyhogy Hajdúnánás visszatérve, ez nagyon fontos. Hajdúnánást én mindig imádtam, mindig szerettem. És annyira megrültem, hogy én ide kerültem, ide nősültem. Hogy mondjam, Hajdúnánás ez kis Szentendre nekem. A alföldi városok közül annyira nagyon a szívemben van, és embereket is, szóval minden, meg a környezetet, a várost is nagyon szeretem, és ez ki nem lehetett hagyni. Ugye akkor a régi 70-es évek beli művésztelep, akkor a súlyt és erőt hagyott bennünk, vagy nem tudom milyen szóval lehetne még ezt erősíteni, akkora élményt jelentett mindannyiunk számára, hogy ezt úgy voltam, ezt egy másik, esetleg egy magasabb szinten, de ezt folytatni kell. És szerencsére ugye itt minimum egy magasabb szakmai színvonalon megvalósult, hát minimum a művésztelep létszámának fele az profi festőművész, hivatásos festőművész, több Munkácsi díjas, az akadémia vezetősége, de tagja Szem Ádám Gyuri bácsi, a képzőművészeti alap vezetője, Aknai János, Kossuth és Munkácsi díjas festőművész, szakmai rálátástként kértem őket, hogy gyertek el, nézzétek meg a művésztelepet, mit szóltok hozzá, miben lehet még csiszolni, mert nyilván, hogy azt mindig lehet csiszolni, és nagyon örültek, úgyhogy az első szóra elfogadták a felkérést, és azóta mindig rendszeresen itt vannak, és konzultálunk a művésztelepről. Évente többször is lejönnek Hajdúnánásra, imádják a fürdőt, a embereket, úgyhogy a városvezetést, mindenkit, úgyhogy csak nagy örömmel vannak. Nagy örömmel vennek, és ők is igazából egy ilyen centrumot próbáltunk kiépíteni, szakmai centrumot. Ugye én sok ugye pesti festőművészt, mint a Szutor Katalint, a Magyar Nemzeti Galéria főrestaurátorát, Pankovics Arankát, a volt műemlékhelyreállítás főrestaurátorát kértem, ők igazából ketten ikonfestőművészek is, meg tanítják is ezt. Munkácsi díjas festőművészek, mint Pist Gyuri Imre, sorolhatnák Nemes Pista bácsi, úgyhogy külföldi művészek Japánból is jönnek rendszeresen, aztán Lengyelországból is rendszeresen, Párciumból, Nagyváradról, testvérvárosainkból, Érmihály Nagyváradról falváról. Ferenci Béla, ugye hát ő már rendszeresen kiállított például. Béla bácsi, és nagyon, hogy mondjam, mindenki nagyon szereti Béla bácsit, nagyon jó grafikus festő. Szatmár Németiből jöttek művészek. No, egy szó mint száz, tehát a Hajdúnánási Nemzetközi Alkotótábornak jó híre van, de egy picit elkanyarodtunk gyakorlatilag ugye a kezdő témától, hogy ugye te az elmúlt év végén megkaptad ezt a, illetve tagja lettél az Alkotó Művészek Országos Egyesületének, de mit gondolsz, hogy abban, hogy végül is a pályázatodat, a portfóliódat elfogadták, és tagja lehetél ennek a szervezetnek, mekkora szerepet játszhatott például ez a művésztelep szervező tevékenységed, mind amellett, hogy gondolom, tehát a képeid voltak a döntőek. Igen, igen. Szerintem óriási latta, vagy erővel, súlyjal esett latba. Meg ugye Hajdúnánás egész szellemisége, meg ereje. Azért ez is. Mert én igazából csak azt érzem, hogy ez is benne van. Meg az egész munkásság, meg ez a 10 éves művésztelepi munka, mert ugye itt most látják a pesti művészek, meg Szem Ádám Gyuri bácsiék, Aknai Jánosék, hogy ez nagyon jó irányba megy, ugye itt vannak, állandóan készítetek vele riportokat is, és csak jó véleménnyel. Hogyha ez szakmailag nem lenne olyan, azt mondanák, Feri, nem jövünk többször, nem tudjuk ezt vállalni.
Az valószínű, sőt, hát gyakorlatilag ugye ez a telep felvállalja az utánpótlás nevelést is. Igen, igen. Hiszen igen. A fiatalok mindig itt vannak. Igen, tűzszomácosok, de mások is, tehát 15-16 éves szárnyaikat éppen bontogató kezdő művészet, mint ugye te voltál annak idején. Tehát, kell is ez, igen, nagyon jó. Tehát fontos ez a telep a város művészeti alkotó életében, hiszen ez is viszi a város hírnevét, mint oly sok minden más. Így van. Na most Feri, a gyakorlati életben mit jelent számodra ez az alkotó szervezeti tagság? Tehát milyen előnyökkel jár, mondjuk fogalmazzak így egyszerűbben? Igazából sok olyan meghívást kapok, mióta alaptag lettem, szinte minden nap a Maui-tól egyéb helyekről, ahonnan, hogy mondjam, ezelőtt nem kaptam, mert hivatásos festőművészek csak olyan kiállításokra kaphatnak, vagyis vannak olyan kiállítások, amik csak hivatásos festők vehetnek részt, meg pályázatokat is, de nehezebb egy kicsit kihasználni ezeket a kiállításon való részvételeket is, például Budapesten, mert csak messze van egy napba vetelne még felutazni, visszajönni. És hát mondjuk nem kevés az a pénz is, amiben mondjuk mindez kerül. De hát mondjuk ez egy másik történet, erről majd máskor lehetne beszélni, hogy a művészek megélhetési lehetősége az milyen napjainkban, milyen volt régen. Hát vannak hasonlóságok, vannak különbségek, de azért összességében a nagy átlag nem nagyon tudja azt elmondani, hogy meg tud élni abból a tevékenységből, amit igazán szeret, és ami a hobbija, meg amire az életét szentelte. Hiszen itt a beszélgetésünk végefele járunk már, de azt azért feltétlenül el kell mondani, hogy a te festészetedben elsősorban a hajdúsági táj, a hajdúsági ember, vagy mondjuk úgy a nánási táj és a nánási emberek köszönnek vissza, hiszen említetted, hogy neked azért Nánás egy kicsit az alföldi Szentendre. Igen. Tehát a szívedben, és hát ugye minden művész valahol érzelmi alapon működő ember, tehát a belső meglátások, indítatások azok igen, csak a festő vásznon megjelennek. Igen. Zsuzsa, én akármerre megyek, ugye közel van a Zempléni hegyvidék, mert járunk arra is, meg ugye Ustronyba is, oda minden évben megyünk, a testvérváros, minden évben van művésztelep, ők is jönnek, viszont nagyon szeretem a hegyvidéket is, meg festeni is. De mikor ott vagyunk, egy hét, két hét után vágyunk vissza, meg vágyok vissza az Alföldet festeni, szóval. És sok olyan művésszel találkoztam, például másfele is járok művésztelepekre, itt a Tisza mellett is, és jönnek ukrán festők is. Nem tudnak mit kezdeni, képzeld el, a alföldi tájjal, ezzel a nagy síkvidékkel, meg a Tiszával. Nagyon, már most 10 éve járnak, de még most kezdenek bele, pedig nagyon jó festők. Valamit megérezni abból, igen, hogy mi is ez tulajdonképpen. Mert ugye ők, a nagy sömmi. Igen, ők a kárpát-hajai festők, ugye, hogy mondjam, a nagy hegyek mindig azt szeretnék, látjuk, hogy a munkáiknak 80-90%-a azt köszön vissza, mert hegyvidéket világos, szeretnek hát, festeni. Mert hogy ott élnek, hát. És én is néha megjelenítek egy, hogy mondjam, lankásabb hegyet a háttérbe, mert azért, hogy mondjam, ide látszik a Tokaji hegy, meg a Zemplén. Van nekünk egy hegyünk, nem messze van a Tokaji hegy. Meg ugye közel van a Zemplén, és járunk, ez nem gond. Úgyhogy hát nekem nincsenek szavak, hogy mennyire szeretem itt. Feri, és akkor te ezt nyaranta úgy szoktad csinálni, mert azért, hát talán téli táj kevésbé, már ilyen is az előfordul, kevés. De a nyári táj, tehát azok szinte égetnek az égővörösek, a nap, vagy éppen a naplemente, vagy a déli napsütés. Négy határba ki, és akkor leülsz valahol az árokparton, vázatokat készítesz, hasonló ilyenek, és így készülnek ezek? Igen, ezek meg a képek. Az őszt is nagyon imádom, hát természetesen hát minden, színnel, persze. Minden évszakot, de nekem a legnagyobb kedvencem az ősz. Most például, mert lehet, hogy nem láttál rengeteg munkát, de láttam amúgy, de hogy mondjam, most rengeteg ilyen narancsos hangulatú, meg
sárga hangulatú képeket, indítatású képeket festek. A napfény nekem lételeme. Annyira imádom, hogy abból az egy kiindulási alap, hogy sárga papírra festek például sokszor, narancssárga, citromsárga, majd mutatok is, hogy most milyeneket általában, és hogy mondjam, az hát igazából keveset beszélne az ember, a képek többet beszélnek, mert... Hát igen, tudnélék, az a fajta stílus, amiben te alkotsz, az végül is önmagáért beszél. Tehát azt különösebben nem kell megmagyarázni. Tehát aki szembeáll vele, az annak, tehát annak jelent valamit. Mert inkább én is az látványszerűbb képeket hez vonzódom. Hát elvontabb munkákat is készítek, de azt, azokat kevésbé, inkább a látványszerű természetes képeket, amik a nézők 90%-ának általában tetszenek. Amit ugye felismerhető, hogy egy tájkép, egy csendélet, vagy egy portré. Feri, beszélgetésünk végéhez értünk. Két rövid kérdés. Ugye szó esett itt, hogy számtalan kiállításod, önálló kiállításod volt. Itt Hajdúnánáson mikorra várható, most legközelebb egy önálló kiállítás, illetve a nyári művésztelep lesz, nem lesz, hogyan tervezitek, szervezitek? Lesz nyári művésztelep. Jövő héten fogunk majd városi szinten, meg akadémia képzőművészeti alapszinten visszatérni a dologra. Szemadám Gyuri bácsék fognak jönni, meg Pistyúr Imréék, és fogjuk átbeszélni a létszámot, meg az időpontot, meg a polgármester úrral. Úgyhogy kiállításom az a mostani tervem szerint, hát ezt többször már vissza kellett mondani, mert ugye én szeretnék ebből megélni, ebből a festészetből, mostanában ez nehezebb dolog, de ősszel szeretnék már Zolival, Szólát Zolival beszéltünk erről, hát reméljük, hogy összejön, vagy hogy mondjam nekem, ha nem is a kiállítóteremben lesz hely, akkor vagy az a színház előcsarnokban, vagy a kis előcsarnok, vagy a nagy előcsarnokban. Hát meg már bocs, hogy közbeszólok, de az is elképzelhető, hogy akár már a közösségi tér, tehát itt a volt kollégium pincéje már addigra esetleg olyan fogadókész állapotban lesz, ahol csodálatos tárlatokat lehet készíteni. Jó. Ezt most én csak így mondom, nem biztos, nem tudom, de őszig talán még pont erre gondoltam, hogy igen. Hát az egy remek környezet lenne egy-egy kiállításhoz. És nem tudom, még szívesen, ha van valami, és nagyon meg szeretném köszönni a helyi televízió munkáját, a magas szakmai színvonalat, amit a képvisel, meg amivel bizonyítják számomra, mert ugye én is fotózok, hát filmezni nem filmezek, de volt egy kis VHSC kameránk, ami meghibásodott, de hogy mondjam, csak minden elismerés a szakmaiság mellett, amit a művésztelepen is a televízió, hogy mondjam, letesz szakmaiságban. Hát köszönjük szépen a kollégák nevében is ezt a dicséretet, gondolom mindenkinek jól esik. Feri, nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk mindezekről, és főként ugye tehát a tagság kapcsán gyakorlatilag mindarról a munkáról, ami ugye az elmúlt mondjuk 5 évtized, ugye tehát azért eltelt már néhány évtized, amit ez alatt végeztél. Úgyhogy köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen.